Míg jellemzően az elmúlt években zenés énekes foglalkozásokkal örvendeztették meg a szervezők a fiatalokat, addig idén a természettudomány népszerűsítésére esett a választás. A kromatográfia módszerével ismerkedhettek meg a gyermekek. Papírból összefeste flamaszterre és beváltott víze egy kis idő múlva összefolyik színek. Akkor gyakorlatilag, hogyha összefolytak a színek, akkor keletkeztek újak? Mit láttál? Nem keletkeztek, érdekes színpárosodás készült. Szóval pöttyöket festegettünk, rajzolgattunk, akkor szétfolyt teljesen a papíron. A nagy sikerrel zárult foglalkozás vezetői fontosnak tartják, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban megismerkedjenek az őket körülvevő világ csodálatos dolgokban bővelkedő ismereteivel, tudományaival. Ezáltal megérthetik a természetben lejátszódó jelenségeket, összefüggést találhatnak az elvégzett kísérletek és a jelenségek, valamint a természet között, és úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban a legfogékonyabbak, és talán ezzel ellensúlyozni tudjuk a későbbiekben megjelenő természettudományok iránti lelkesedés kihalását is. A Móra István Művelődési Egyesület igyekszik a tehetségnapokon olyan területeket bemutatni az arra érdeklődő gyermekeknek, amelyet az iskolán kívül is meg tudnak tapasztalni. Úgy gondolom, hogy keviben mindenki tehetséges valamiben, hiszen nagyon fontos az, hogy ebben a kiskorban, tehát óvodás és kisiskoláskorban minél több tehetségterületet be tudjunk mutatni a gyerekeknek, és érdeklődést keltsünk a különböző területek iránt, és ezek a területeket később majd ők tudják hasznosítani. A foglalkozáson egyébként közel 30 kisgyermek próbálhatta ki tehetségét.